lelkiismeret furdalás. Határok. Támasz. Nőiesség. Elfogadás. Öröm. Megállítottság. Szeretet. Nekem nagyon sokat jelent a Sziókafé, mert elég sok problémámat fel tudom úgy dolgozni, hogy látom, hogy nem vagyok egyedül, és azt is látom, hogy lehet, hogy én hatalmasnak érzem a saját problémámat, és szinte megoldhatatlannak, és mindig szembesülök azzal, hogy másoknak azért sokkal nehezebb, és ezáltal eltörpül az a hatalmas megoldani való dolog, sokkal kezelhetőbbé válik, hogy szembesülök azzal, hogy nem vagyok egyedül. És ezt én nagyon szépen köszönöm, hogy megkapom ezt a segítséget. Én azért szeretek idejárni, amit Ági is mondott, hogy nem vagyok egyedül. Ez jó, ezt így hallani egy csoporton belül, meg tudjuk beszélni, hogy kinek mi a problémája. Tudunk egymástól tanácsot kérni, kapni. Van, amit megfogadunk, van, amit nem, de biztos, hogy könnyít a helyzeten. Úgyhogy ma is azt remélem, hogy majd úgy megyek haza, hogy jobban érzem magam, és valamit tanulok ma is magamról, vagy az életmódról, vagy mindegy, csak előre vigyen. Nekem személy szerint az segített, hogy láttam, hogy nem vagyok egyedül sem a hormon problémáimmal, mert ugye nem feltétlenül van mindenkinek ez a hormon betegsége, de valahol mégis jó volt hallani, hogy nem csak én szenvedek dolgokkal, hanem más is, és talán könnyebben felszínre hoztam azt, azokat az érzéseket, akár rossz érzéseket, vagy küzdéseket, amit egyébként nem biztos, hogy elmondanék másnak. Azért kerültem ide, mert hízni szerettem volna, és igazából nem találtam erre a megoldást, és közben derült ki, hogy inzulin rezisztenciám van, és PCOS-em. Úgyhogy ez egy elég új dolog volt a számomra, ezt is valahol el kellett a helyére tenni. Úgy gondolom, hogy jó úton haladok, de nagyon sok minden van, amin még lehetne dolgozni, és kellene is. Itt még nem voltam közöttetek, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez milyen pluszt tud adni nekem. PCOS, inzulin rezisztens, pajzsmirigyem alul működik. Hát most már 5. éve kilódok a súlyommal, most úgy néz ki, hogy beindult a fogyás, emiatt is ilyen pszichés problémáim vannak, meg az élet minden területén. Most már többször voltam itt, és a Mass Mentis bejárok, és hát most egyre jobban érzem magam, és ennek örülök. Idáig nagyon érdekes dolgokat tudtam meg ez alatt a két alkalom alatt, magamról is, az életemről is, és azt hiszem, hogy ez az életmódváltásban fog tudni engem segíteni. Az a téma is, amit most hoztam, szerintem az is egy érdekes dolog lesz. Nekem nagyon jó élmény ez a két hetente havonta történő találkozás. Tényleg azért, amit ti is mondtatok, hogy összejövünk, mindenki elmondja az adott pillanatban fontosnak érzett problémáját, és akár más problémájából is, vagy annak a kibontakozásából is választ találhatok a sajátomra. Úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy itt egy közösségben elmondhatom a gondjaimat, és így áttételesen is együtt megoldást találunk rá. Úgyhogy jól érzem magam, amit mindig köztetek. Az elmúlt időszakban, amióta utoljára voltál Pszichokafén, azóta mi történt veled, hogy jöttél ma, milyen problémák foglalkoztatnak? Egész jól alakult azóta, én kicsit felszabadultabb lettem, jobban megláttam a problémáimat, írtam is a blogon róla, hogy a plató kérdést eléggé feszegettük, és ugye mindenkinél előjött ez a téma, és kezdem egész jól megélni a dolgokat, hogy ennek is van eredménye, hogy végre a tükörben nézzen az ember, és meglássa azt, hogy tényleg változott, mert legtöbbször az a baj, hogy mivel mi magunkat majdnem minden nap látjuk a tükörbe, hogyha belenézünk, hogy kevésbé vesszük észre. A környezetünk már mondja, hogy hú, tényleg látszik meg minden, de jó, de nehéz vele szembesülni, nehéz vele elfogadni. Értem az alatt, hogy elmentem ruhát venni, és az automatizmus megvolt, nyúltam az automata méretemért, és akkor szólt az eladó, hogy ácsi, szerinte ez egy kicsit nagy lesz, és igaza volt, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy tényleg a két számmal kisebb nadrág följött rám, tehát ez szuper volt. Múltkori Sziókafén ugye beszél a témánál, hogy az én témámnál a család, a családon belüli konfliktusoknak a megoldása volt, és érdekes volt, hogy könnyebbé vált
kimondanom például a problémáimat az édesapám felé. Ugye az előzőnél pont ő volt téma nálam, hogy hogy képes egy idősebb ember megsértődni egy kisgyerekre, tehát ő is kisgyerekké válik, és ezt kellett feldolgozni, és egész jó volt, hogy más szemmel láthattam, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon nagy segítség volt. Én ugye már többször voltam a Pszichokáféban, nekem úgy érzem, hogy segít, ugyan kézzelfogható eredményét még nem látom, de remélem majd ez is eljön, viszont én úgy érzem, hogy segít abban, hogy előrébb kerüljek, ugye az én problémám egy picit más. Én azért járok ide, mert babát szeretnénk a férjemmel. PCOS-es vagyok, inzulinrezisztenciás, most már lassan 10 éve tudok róla. Igazából nem foglalkoztam ezzel a lelki oldalával nagyon az elején, amit kellett volna, mert igazából sokkolt, de úgy voltam vele, hogy hát jól van, mindegy, erős vagyok én, menni fog ez. És igazából rá kell jöjjek, hogy nem megy, hiszen amit igazán szeretnénk, hogy legyen babánk, az eddig nem jött össze, most már 4 inszemináció és 4 lombikkal a hátunk mögött. Úgy gondoltam, hogy itt az ideje annak, hogy ne csak a testi oldalával foglalkozzak, hisz abban, hogy ha azt mondja az orvos, hogy legyek 68 kiló, akkor 68 kiló vagyok. Tehát, hogy vannak dolgok, amit meg tudok tenni, de a lelki oldalát, azt valószínűleg egyedül nem tudom feldolgozni, hisz hiába értek sok mindent, nem tudom, hogy hogyan lehet túl lenni dolgokon. Ez ugye egyrészt a múltam is, amiben Kriszta segít nekem, hogyha jövök hozzá személyesen. Viszont a Pszichokáféban is, ahol nem csak életmódváltó lányok és asszonyok vannak, hanem olyan emberek is, mint én magam, akik babát szeretnének, és nem jön össze, és ez rettenetesen megviseli őket is, meg engem is, és igazából ezt a részt ismételnem kell, mert ez jó érzés, hogy nem vagyok egyedül. Eddig is tudtam, csak most szembesülök azzal, hogy más is ugyanezt az utat járja. Lehet, hogy rögösebben, és ez egy picit megnyugtató. Tehát ez egy olyan fura érzés, hogy sajnálom a másikat az ő sztoriáért, holott az enyém is lehet, hogy ugyanolyan, csak szóval olyan fura, de ez olyan jó érzés. Jó ide járni, és ezt megbeszélni olyan emberekkel, mint én. Nekem nagyon nehéz az, hogy elfogadjam, hogy foglalkozhatok magammal. Tehát a múltamból fakadóan is. Ez az életem arról szólt, hogy másoknak élek, ugye a testvéreimet neveltem egy ideig, elég sokáig, és utána ugye férhez mentem, itt a gyerek. Tehát sosem voltam úgy előtérben, nem költöttem magamra úgy igazából, és most ezt nehéz feldolgozni, hogy a bevételeink egy része most arra megy, hogy én sportolok, hogy én mondjuk megveszem a kicsit drágább, de egészségesebb ételt. Szóval nehéz, és kicsit úgy érzem, mint talán egy alkoholista, amikor így az alkoholizmusát akarja egy kompenzálni a családja felé. Jó lehet, hogy bepiálok, nem tapasztalva beszélni, nem saját ugyan, de magam volt a családban. Tehát, hogy jó, leiszom magam, megbántok családtagokat, vagy másokat. Akkor másnap veszek egy kis ajándékot, vagy főzök valami finom vacsorát. De kicsit ezt érzem, hogy kompenzálnom kell azt, hogy én most költök magamra, vagy teszek azért, hogy nekem jobb legyen, és kicsit most előtérbe kerültem a családba. Hát én a lelki pillére helyezek nagy hangsúlyt a játékban. Igazából pont emiatt szerintem így a diéta kicsit háttérbe is szorul. És azokat a gátakat szeretném feloldani magamban, ami igazából a diéta sikerességét gátolja. Nagy sikerélmény volt, vagy inkább visszajelzés számomra, hogy a múlt hónapban a Nadine megválasztott így a hónap játékosának, ami nagy meglepetésként ért, mert hogy ők pont emiatt a lelki út miatt döntöttek úgy, hogy engem neveznek meg a hónap játékosának, és én lehet, hogy nem látom ezt a haladást, de úgy tűnik, hogy a blogból mégiscsak látszik, hogy valamilyen haladás már van, vagy valamilyen eredmény van. Lehet, hogy én ezt még így nem érzem, de majd valamikor ez is tudatosul. A testsúlyommal ilyen testképzavarom volt, meg még van is, és ezáltal én nagyon bezárkózott lettem, ilyen antiszociális. Van egy egyéves kisbabám, szóval egy éves elmúlt, és arra törekszem, hogy jó édesanyja legyek, illetve jó feleség. És ennek is köszönhetően járok személyesen a Krisztához is, egyéni terápiára. Hát így próbálok most már vissza a közösségi életbe, és most már vannak azért sikereim, tehát így ki tudok mozdulni, BKV-zók,
társaságba járó, új barátok, új ismeretség, régiek frissítése. Úgyhogy én most jól érzem magam. Mi változott az életedben ettől, hogy lefogytál? Ettől, hogy lefogytam, könnyebb vagyok. Könnyebben veszem már az akadályokat, könnyebben állok fel egy székből, vegyük ezt így fizikálisan megnézve, könnyebben szállok fel egy buszra, amit most ugyan nem nagyon szeretek. Egy ilyen felszabadultság érzés, mintha az ember így ledobott volna egy csomó láncot magáról. De értem az alatt, hogy ugye múltkor valakinek kért tőlem valamit, hogy vásároljak be neki, és vettem majd 12 kiló lisztet neki. És alig bírtam elcipelni, nehéz volt elcipelni addig a helyig, addig az autótól csak 20 métert kellett cipelnem, és rájöttem, hogy én 15 kilót adtam most le. Tehát én ezt a 15 kilót magamon cipeltem, akkor mitől nehéz azt a 12-t elvinni 20 méterrel odébb, holott én azt magamon cipeltem. Tehát egy felszabadultság. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos. Nagyon szerettem az édességet előtte, és nagyon szerettem enni, tehát az étkezés örömét, és valahol most egy olyan átmeneti állapotban vagyok, hogy ez elveszett a számomra, mert ugye azokat az ételeket nem ehetem, és valami olyasmi lett az étkezés, hogy nem azért eszem, mert finom, mert jó, hanem azért eszem, mert kell, és azt, ami ugye elő van írva. És ebben még nem találtam meg ugyanazt az örömet, és szerintem ez fontos lenne. Milyen hatással van rád, amikor valaki más egy olyan történetet mond el, ami valahol téged is érint? Hát emlékszem az elsőre, az nagyon komoly volt, ott olyan sztorikat meséltek a lányok, hogy az rettenetesen megviselt engem, úgyhogy én velük sírtam, meg még otthon is órákat ezen töprengtem, hogy Úristen, és hogy tulajdonképpen az én életem nem is olyan rossz, és az én, ami nekem van a hátam mögött van, az igazából könnyebben feldolgozható, ami nem biztos, hogy igaz feltétlen, csak akkor úgy éreztem. És aztán ugye most már többször voltam, úgyhogy lehet, hogy már kicsit hozzászoktam, már nem visel meg annyira, de ez jó, mert nem azért jövök, hogy megviseljen, hanem azért jövök, hogy jobban legyek, és most úgy érzem, hogy talán már jobban vagyok, mikor elmegyek. Remélem. És milyen érzés az, amikor sikertörténetekkel találkozol itt a pszichokafében? Hát az meg nagyon jó. Igen, tehát amikor láttam, volt ugye itt egy lány, aki ugyancsak elkezdett ide járni a pszichokafébe, mert nem lőtt össze a baba, és most már terhes. Ez nagyon jó, tehát ez egy örömteli dolog, mert ez ad nekem egy reményt, egy újabb reményt, hogy oké, lehet, hogyha én is ide járok, és feldolgozom az én bennem lévő gátakat, akkor talán majd én is jövök pocakkal. Néha a változás belülről nehezebben élhető meg, vagy nehezebben észrevehető, mint kívülről. Igen, sokszor az emberek úgy gondolják, hogy ha elérnek valamit, mondjuk egy bizonyos súlyt, vagy egy bizonyos akadályt leküzdenek, vagy bizonyos sikerélményeik lesznek, attól majd így boldogabbak lesznek, de valójában a boldogság nem ezekben az eseményekben van, hanem attól, hogy belül fejben jobbak vagyunk, vagy jobban vagyunk magunkkal. És igazából, hogyha jobban lennénk magunkkal belül, akkor egyrészt ezeket a külső sikerélményeket is jobban tudnánk ünnepelni, másrészt lehet, hogy nem is lenne rájuk már akkor a szükség.